Mai témánk az életerő. A 92. Zsoltár alapján. Ezt most felolvasom. Zsoltár, szombati ének. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó, fölséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedetteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt. Hogy felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisságot cselekedők, de mindörökre elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert íme a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisságot cselekvők, de magasra növeled az én szarvamat, mint az egyszarvúét, elárasztatom csillogó olajjal. Az igaz virágzik, mint a pálma, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Palánták ők az Úrnak házában, a mi Istenünknek tornácaiban virágoznak, még vén korban is gyümölcsöznek, termők és zöldelők lesznek. Hogy hirdessék, igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság ő benne. Eddig a Zsoltár, 16 vers, címfelirata szerint a hetet lezáró szombati ének. Egy olyan ember dala, aki derült, kiegyensúlyozott test és lelki állapotában van, békében, összhangban, Istennel és saját magával. Ahogy Istent dicséri és magasztalja, úgy árad egyre bőségesebben belőle a boldogság, életereje örömmel tölti el, öröme meg életerővel. Az életerő és az életöröm inspirálja benne a dal pedig fokozza az örömöt és az életerőt, amely Istenből, nem a zsoltáros külső körülményeiből fakad. Olyannyira, hogy az így megáldott emberek szinte örök ifjúságnak örvendhetnek, ahogy olvasom a 15. versben, még vénkorban is gyümölcsöznek, termők és zöldelők lesznek. De nem öncélúan, mondom, nem öncélúan adja ezt nekik Isten, hanem a folytatás szerint azért, hogy hirdessék, igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Hát ez az időskori virágzás és gyümölcs termés, hát ez ugye nem természetes dolog, és mégis abszolút valóságos. Ezt mutatja a tapasztalat, hiszen mindannyian ismerünk olyan papokat, civileket, férfiakat, nőket, akik igen magas életkorban is teljes aktivitással ügyködnek az Isten dolgaiban. Az életerő, nagy téma, titokzatos valóság. Ez lesz a vezérgondolatunk ma, ahogy a 92. Zsoltárban és általában a Bibliában megjelenik. Tudjuk, orvosok, pszichológusok a megmondhatói annak, hogy az életerő hiánya, a fáradtság, mint alapérzés, ma népbetegség, rengetegen szenvednek és panaszkodnak rá. Elég reggel, munkaidő kezdete körül felszállni egy metróra, buszra, villamosra, hát az ember csupa megfáradt, csüggett, álmos, reménytelenségbe beleszürkült, depressziót tükröző arcot lát. És a fiatalok sem okvetlenül kivételek. Ahogy Izajás próféta mondja, a könyve 40. fejezetének 30-as versében azt mondja, még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. Igen, az ifjak is, meg a hívő emberek is, nem igaz, mélységesen igazságtalan az, amit olykor hallunk, hogy a hívő ember úgymond nem lehet
csüggedt, fáradt, szomorú, akár depressziós is. Egy időre. Hát lehet, egy időre. Mert ez még olyan nagyszerű hithősöket is elért, mint amilyen Illés próféta volt. A Királyok első könyve 19-es fejezetében olvassuk, hogy Illést, miután keserves élet-halál harcot vívott Jahve Isten ügyéért, a hamis istenek bálványok ellen, hogy a választott népet visszatérítse az igaz hithez, Istenhez, akit tömegesen elhagytak. Nos, ekkor Jezábel királynő, Áháb izraeli, tehát északi király felesége, a pogány Bál istenség híve halálosan megfenyegette a prófétát. És ekkor a fenyegetéstől, a magányosan vívott küzdelemtől, meg a saját gyengesége megtapasztalásától végsőkig elcsüggedve, Illés leült egy boróka bokor alá, és a halált kívánta. Azt mondta, idézem, most már elég, uram. Elég. Vedd magadhoz lelkemet. Én sem vagyok különb atyáimnál. És ahogy ezt így elmondta Istennek, jött a segítség. Illésbe új életerő költözött, amikor Istenhez fordult, és visszatért ugyanahoz a munkához, amibe az előbb már olyan halálosan belefáradt, de erőt nyert. A 92. Zsoltár hőse is, aki megvallja az 5. versben, hogy megvidámítottál engem, uram. Nyilván azért mondja ezt, mert előzőleg Isten közbelépése előtt hát nem volt vidám, hanem csüggett volt, szomorú volt, fáradt volt, és épp ennek az állapotnak a megváltozásáról szól a Zsoltár. A fáradtság, az életfáradtság, ma tehát népbetegség, a modern ember típusa ez, tipikus állapot. Voltaképpen én nem is nagyon csodálkozom ezen, hiszen nem csak a munkába lehet belefáradni, hanem egész egyszerűen az életbe, magába az életbe. A hétköznapi élet tele van csalódásokkal, értelmetlen küszködésekkel, mindennapos bajokkal, kísértésekkel, meg az azok ellen vívott harcokkal, okkal, ok nélkül való negatív érzésekkel, mások vélt vagy valós bántásaival, és így tovább. Szóval igaza van a költőnek, vagy lehet a költőnek, József Attilának, aki a híres versében az a címe, hogy bukj föl az árból. Ebben a versében így ír. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom, nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. Őrület, ez borzalmas. Nem ember szívébe való nagy kínok kései. Hát bizony, ilyen rögös tud lenni, meg nehéz tud lenni az emberi élet. Az ember önmagában oly kicsiny és esendő. József Attila szavával a porból éppen, hogy kilátszik a földből, és mégis akkora nagy bajokkal, kínok késeivel kell megküzdenie, nap mint nap. Ugye ez így elég borzasztó, mint alapállapot. És ehhez képest pedig mi van? Hát én nagyon elszomorodtam, mert nagyon elszomorító, ha az ember bepütyögi számítógép keresőjébe az életerő szót, hogy akkor mit talál. Hát valódi segítséget nem. Ehelyett ilyen életerő mozgásközpontok, életerő fitness stúdió, garmada, csodavitaminok, meg ételkiegészítők, ilyen életerő vitaminok hirdetései sorakoznak, persze csillagászati áron. És hát ezek legalábbis gyökeres orvoslást alig ha hoznak. Nekünk a Szentírás, amely nagyon sokat beszél erről, egészen mást ajánl, méghozzá ingyen. És ez nem aféle vallásos ilyen lózung, hanem nagy mély igazság. Van itt egy nagy mély
igazság, egy tény, és ez a lényeg. Ez az igazság úgy szól, hogy a hívő ember az rendelkezik egy hatalmas előnnyel, egy ajándékkal, mondhatnám privilégiummal a nem hívőkkel szemben. Igen, tehát ez pont, leszögezem, van ilyen. Van egy erőforrásunk, Isten ereje, amit a nem hívők persze nem ismerhetnek, mert Istent nem ismerik. Erre vonatkozik a 92. Zsoltárban a 7. vers, azt mondja, a balgatag nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt. Hát most eltekintenék attól, hogy a zsoltáros, ahogy oly sokszor máskor is a Biblia, balgatagnak, meg bolondnak nevezi a nem hívő embert. Hát erről ugye szó nincs, legalábbis közönséges értelemben, ma nem így értjük. Hanem a nem hívőnek azért nincs meg ez a segítsége az életben, mert magát, annak az erőnek a forrását Istent nem ismeri. Így isteni erőforrás hiányában a 8. vers szerint egy rettenetesen tragikus dolog történik vele, nagyon egyszerűen elmondva. Azt mondja itt, a nem hívő emberek először felsarjaznak, mint a fű, és virágoznak. Sarjadni, úgymond növekedni kezdenek, aztán virágoznak, aztán életük teljébe jutnak, delelő, majd amikor túljutnak életük delelőjén, akkor egyszer csak megfogyatkozik, kezd elfogyni az erejük, a lendületük, a maguk természetes emberi ereje. És ekkor kezdődik az, hogy meggyengülnek, megöregszenek, és nincs utánpótlásuk erőből, nincs más természetfeletti isteni erőforrásuk. Hát ugye abszurdum, hogy is lehetne. Így hát zárja az ilyen életpálya ívét a zsoltáros, életük végén mindörökké elvesznek ők, semmibe tűnnek, mint a füst. Ez nagyon durva, hát elfogy az erejük, nagyon durva perspektíva, de hát a zsoltáros, ő már csak ilyen. Szókimondó, penge éles, a végtelenségig. Fölvirágoznak, legyengülnek és elmúlnak. Szörnyű. Mi a helyzet viszont az Istenben mélyen hívő emberrel? Persze az ő természetes ereje is megfogyatkozik, mint bárkié. Ám a felhasznált életerőt neki Isten a maga természet feletti, ez a lényeg, természet feletti erejéből pótolja. Így aztán a Zsoltár 13. verse szerint azt mondja, az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Ez nem a féle vallásos, kegyes ilyen hazugság, és nem üres ígéret, hanem ez egy tény. Hívők tömegeinek tapasztalata a Biblia egyik legnagyobb ígérete, hogy az igaz virágzik, mint a pálma, amelyet az írás ezerszer megismétel és megerősít, legtisztább formában pedig, szerintem, Izajásnál találjuk a 40. fejezet 27-es versével kezdődő szakaszban. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Sorsom el van rejtve az Úr elől, igazságom elkerüli Istenem figyelmét. Hát nem tudod, és nem hallottad még, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő teremtette a föld határait, nem lankad el, és nem fárad el, s bölcsessége kifürkészhetetlen. Itt jön a lényeg, erőt ad a fáradtaknak, gyámolítja a kimerültet. Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, ifjak is összeeshetnek erőtlenül, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak el. Járnak kelnek, de nem lankadnak el.
Ez valami csodálatos. Futnak, de nem fáradnak el, járnak kelnek, de nem lankadnak el. És ez így igaz. Isten az emberekkel szemben soha nem fárad el, ereje ugye végtelen, és ebből az embernek is szívesen ad. Szeretne ő, ugye, mindenkinek adni, de csak annak tud, aki a legnagyobb fáradtsága, meg depressziója, csüggedése idején is kapcsolatban marad vele, ő vele. Hát gyakorlatilag az isteni erő átadásnak ez az egyetlen előzetes föltétele, a kapcsolat. A kapcsolat, ahogy Jézusról olvassuk, azt olvassuk, hogy Jézus, amikor a földön élt, a világ leghatalmasabb ilyen erőközpontja volt. Jézus erőközpont volt, és ezért írhatta róla Lukács evangélium a 6. fejezetének 19-es versében, hogy Jézus miközben tanított, az egész tömeg arra törekedett, tülekedtek konkrétan, hogy megérinthesse. Hogy megérintesse, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Tehát megérintették, ez a lényeg az erőnél. Meg kell őt érinteni, Jézust meg kell érinteni, és mi is meg tudjuk őt érinteni az imában. Mert a jó ima igazából nem is más, mint kapcsolat, érintkezés. És enélkül az érintkezés nélkül pedig nincs erő átadás. A 92. Zsoltár nem csak arról számol be, hogy Istennek a költő életében végbevitt cselekedetei megvidámítják a szívet, hanem arról is, hogy megnövelik az erőt, az erejét a zsoltárosnak. Magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét, elárasztatom csillogó olajjal. Nos, más zsoltárokban is gyakran találkozunk ezzel a gondolattal. Például a 84. zsoltár 6. verstől 8. terjedő szakasza, az egy gyönyörű, logikus gondolatmenet nagyon egyszerűen vázolja, hogy miről is van szó. Először a 6. versben kiderül, hogy az az erő, életerő, amiről itt beszélünk, az nem természetes eredetű, hanem természet fölötti, Istentől jön. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, akinek a te ösvényeid vannak a szívében. Majd a 7. hozzáteszi, hogy az ilyen emberek képesek erőt sugározni a környezetükre is, tehát hatás. Azt mondja, tehát 7. vers, 84. Zsoltár, 7. vers. Ha a siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az erejükkel. Aztán a gondolatmenetet lezáró utolsó 8. versben végül arról van szó, hogy ez a természet feletti isteni erő, ez nem fogyatkozik meg az élet küzdelmeiben, hanem akik kérik, újra meg újra megkapják az örök isteni forrásból, mert hogy az örök. Így írja a zsoltáros ezt, hogy erőről erőre jutnak. Mint egy életük végéig, és akkor pedig, írja, megjelennek Istennél a Sionon. A mennyei Sionon az örök életben. Na, így a 84-es zsoltár. Fantasztikus. A 138-as zsoltár 3. verse másként mutatja be, milyen folyamat vezet el idáig. Így ilyen lépések vannak itt, hogy az ember Istenhez kiállt, ő meghallgatja, bátorságot önt a szívébe, majd hozzá erőt. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, és lelkemben erő támadt. Így megy ez. Csodálatos. Aztán az új szövetség embereinek ez az isteni erő szinte napi tapasztalatuk volt, olyannyira, hogy ők még általánosabban fogalmazhatják meg ezt a hit tapasztalatot,
mint ami Jézusnak a biztos és szilárd ígérete. Például az apostolok cselekedetei első fejezet 8-as verse szerint ugyanis a feltámadt Jézusnak a mennybe menetele előtt a legutolsó szavai pontosan erről az élet erőről szóltak. Ez nagyon fontos, Jézus utolsó földi szavai. Azt mondja, vesztek erőt, miután a Szentlélek eljő rátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, egész Judeában, Szamáriában, és a földnek mindvégső határáig. Hát minimum két dolog itten kiderül. Az egyik, hogy ma, hát a jelen létrendben, miután Krisztus eltávozott a földről, Isten erejét, Krisztus erejét a Szentlélek közvetítésével kapja meg az ember. A másik, ami Jézus szavaiból kitűnik, hogy Isten ezt a csodálatos természet fölötti erőt a tanúságra adja, az evangéliumnak, Isten országának hirdetésére, a szolgálatra adja, bármilyen egyszerű földi munkálkodásban is nyilvánul ez meg. A gyerekneveléstől, a munkahelyi helytállásig, minden, ahhoz adja az erőt. Vagy Pál apostol a második Timóteushoz írott levél első fejezet 6-7 versében leír egy csodálatos buzdítást. Azt mondja, gerjezd fel, tehát Timóteus, gerjezd fel Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van meg benned. Ezt gerjezd fel. De mi ez az ajándék? Hát Pál így folytatja, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Erő, szeretet, józanság. Így egy csomagban. Hát ez egy keresztény életben mindenre elég, igaz? A Filippi levél 4. fejezet 17-es verse pontosan erről szól, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Ámen.